megyek, hogy én utánlak, tehát én nem megyek. Jó, nekem a Batthyány. Jó? Persze. Jó. Na, gyümölcsök valaki? Köszönöm. Ez meg nem volt belőle hiányunk, neked azt szerint. Na, Zsuzsi itt a tábla. A legnagyobb ami probléma, hogy csak kihagytak a nagy dinnye szezonból. Amikor a legfinomabb a dinnye, akkor megyek be. Van ott a dinnye. Tábla, álljunk be itt, hogy a harci opelés a tábla, jó? Mert az azért így. Csak. Nem kell csapongani a fantáziámat. Csak most, ha nem mondom, akkor most csapong a fantáziám, mert eddig nem jutott eszembe. Most már tudtunk. Na, figyeljetek! Na hát büszke vagyok a csapatra, hogy fölkeltetek ilyen korán jönge és eljöttetek, hogy mi csináltunk? El is aludtunk, nem volt fölkeltetek! Nem mondd meg, Ulisza, azért néztem, hogy nem aludtunk. Nem aludtunk. Én igen, fél négykor jött az örvegye, negyed négy körül, hogy keljek fel, én jót aludtam. Tehát én jó érzés volt már jönni hozzátok mindenképpen, és aztán így eltelt ennyi idő, tehát ennyi ideig tart kijönni. Tehát bemenni sem egyszerű, meg kijönni sem olyan nagyon egyszerű innen. Nem javaslom. Tehát én azt mondom, hogy jól gondolja meg mindenki, aki be akarja vállalni. Nem olyan egyszerű ott benne az élet. Érdekes emberek vannak bent. Nem az őrökkel van a baj, hanem a körülményekkel, meg a rabokkal. Tehát egymással. Ahelyett, hogy azt néznék, hogy szarba vannak, segítsék egymást, hát nem segítik egymást. Tehát ez... Erről majd fogok mesélni, én úgy készülök, hogy holnap, ha kapok egy kis időt a mozgitalin, akkor egy ilyen rövidebb összefoglalót fogok majd mesélni arról, hogy milyen egy börtönben, amit én láttam belőle, és én még csak ilyen picit láttam, majd ezt is elmesélem, hogy miért. De talán annyit az elejére, mert ugye ebből nyilván lesz most filmálban talán, hogy én végig az EU-n voltam. Tehát egész mostanáig, tehát az utolsó pillanatig, és ennek oka volt, erről majd szintén holnap fogok beszélni, hogy miért. Nem azért, mert sok bajom lenne, tehát látjátok, azért nincs különösebb bajom, de nem fogják mindenkinek garantálni ezt, hogy előre kerüljön, tehát ez is benne van a dologban. A szapsosok 26-an egy pici cellába. 26-an. Most mondtam, most találkoztam olyanokkal, akik itt szabadultak, de benni is, tehát itt azért az ember találkozik és beszélget emberekkel. A törvény szerint max. Két fő lenne a szapsosoknál, tehát egy, ha nagyon nagy a zsúfoltság, kettő fő, és majd nézzétek meg a szaps törvényt. Ehhez képest 26 fős az egyik cella, a másik is legalább 15. Ennyi ember van bent. És itt bent sok minden nincs az embereknek, és sok mindent szeretnének elvenni és megszerezni maguknak. Tehát ezt ellesték a politikusainktól, hogy ha nincs neki valami, akkor legyen. Vannak, akik nagyon jól élnek oda bent, mint a politikusaink és a bankvezéreink, és vannak, akik nem élnek jól bent, sőt, nélkülöznek, és alapvető szükségleteik nincsenek meg. Igazából, ha jól belegondolunk, vagy azért, mert hagyja magát, vagy azért, mert nem képes magát megvédeni. Tehát pont ugyanaz, mint kint, leképeződik a kinti társadalom, csak kint kicsit sarkosabb. Nagyobbak a kilengések, nagyobbak a veszélyek. De itt is azért, hogyha valaki talpra áll, és azt mondja, hogy leszarom, és akkor is, és kiállok magamért, akkor azért van esélye túlélni ezt a dolgot. Viszont azért az emberek nagy része kiszabadult, tehát valamilyen módon, vagy megtörve, vagy nem. Hát én örülnem, üzenem Kövér Lackónak, mert ugye ez az ő bulija volt, meg majd a többieké is, hogy nem, tehát engem nem lehet megtörni. Most úgy gondolom, hogy akár a többit is leülöm, hogyha kell. És holnap este csak jelzem a sajtó képviselőinek, hogy a mozgitali után nekem a Nyár utcában lesz egy sajtótájékoztatom holnap, ugye tudjuk, ott van Kövér László háza, tehát mindenképpen azt szeretném megüzenni neki, hogy milyen egy börtön, ahova hamarosan kerülni fog, mert ő is és az összes testes társa, mert nekik kell ezt megtapasztalni, tehát az, amit ez alkoholmentes, tegyük ki. Wow! Ez meg alkoholos.
És mivel szokás szerint 50-en nem vagyunk, így 50-ben a pohár mindenkinek. Hagy csak egy cseppet. Jó. Hagy kocincsunk. Hagy kocincsunk, persze, hogy kocincsunk, én ráérek. Én már kocsantam majdnem a reggel. Akkor majd kocsintunk. Jaj, akkor ezért látom annak a... Ez a divat, Anita is így járt. Ja, hogy azt hitted, hogy így kell járni, és azt hitted, hogy ő is így szerezte. Csak azt egy kicsit másképp. Először is pohárral kínálok mindenkit, jó? Vagy segítséget kérek, mert túl rossz. Jó, hát szerintem legyen úgy, hogy... Na, hát akkor szerintem folytatás volna. Igen.